Sziasztok, izomvadászok, és üdv a kihívásunk 9. napján. Ma a felsőtest edzésünk kicsit inkább így a kar fókuszra lesz. Vál, biceps, triceps, ahhoz kelleni fog nektek egy szék. Nem feltétlenül muszáj, hogy szék legyen, én székkel fogom ma csinálni. Nektek lehet valami más tárgy is, amit meg tudtok fogni, és tudtok például vele biceps hajlítást csinálni. Nekem ehhez tökéletes ez a szék, és a székkel tudjátok csinálni, nekem az lenne a tippem, de hogyha nektek van más ötlet, akkor csináljátok más tárgya. A lényeg, hogy a székkel az az első gyakorlatunk, egyébként a biceps hajlítás. Aztán a második gyakorlatunk az a vállunknak van, ahhoz is fogjuk a széket, és felpréseljük, így előre és felfele. Ahhoz vigyázzatok, hogyha székkel csináljátok, hogy hol a plafon, tehát hol a szoba vége, nekem épp, hogy befér ez a gyakorlat a szobába, nektek mondom, lehet más tárgy is, és aztán leteszitek a széket, és csináltok még dipset, ahhoz most lejjebb kell állítanom a kamerát. Ezt már ismeritek, szépen le, és csinálunk dipset. A könyököt viszonylag széken, szűken tartjuk, és ez ma a három gyakorlatunk. Kezdhetjük is, hogyha rendesen be vagytok melegítve az edzést. Jó van, srácok, én készen állok, remélem ti is. Fogjuk a széket, kezdjük az első gyakorlattal, a biceps hajlítással. 3, 2, 1, és szépen behajlítani. 2, egyenesen állunk, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10. Itt most persze nagyon attól függ, hogy mennyire intenzív, hogy mennyire nehéz súlyt választottatok, hogy nehéz valamit, nekem az a szék, az nem éppen túl könnyű. Jön a vál gyakorlat, szépen felfele nyomjuk a tárgyunkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10. Aztán letesszük, jön még a dips. És szépen le, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10, jó. Most jön a második kör, most már még egyszer úgy csináljuk, ahogy épp, 10 ismétléssel, viszonylag lassú mozdulatokkal, megint fogjuk a széket, és jöhet második kör, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10. Jó. Megint fogjuk a tárgyat és felfele nyomjuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gyerünk, és 10. Jó, letesszük, és jöhet a dips. 1, 2, 3, 4, 5, 6, gyerünk, 7, 8, 9 és 10, jó. Most jön a harmadik kör és a szétszedő kör, ezzel most tényleg szét akarjuk égetni a karunkat. Megint kezdjük az első gyakorlatunkkal, a biceps hajlítással. Most megint egyszerűen kezdjük azzal, hogy csinálunk 10 ismétlést.
fogjuk a te tárgyat, és fel. Egy, kettő, három, négy, öt, gyerünk, hat, hét, nyolc, kilenc, és a tizediknél most fent tartjuk, tartani, lélegezni, ráfeszítünk célzottan a bicepsünkre, szépen ráfeszíteni, mély levegőket, lassan le, nagyon lassan le. Látjátok, milyen lassan engedem le, tényleg lassan lélegezni. Jó. Kirázom a karom. Na, fel a székkel, jön a második gyakorlat. És egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc és tíz. Megint tartjuk fent, tartani a feszültséget, tartjuk, lélegezni, próbálunk figyelni rá, hogy egyenes legyen a hátunk, tartjuk, és lassan le, nagyon lassan le, a könyökünk viszonylag szűken van, le, 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 még hármat, egy, kettő, három, megint tartjuk, és lassan le, lélegezz, lassan leengedjük, jó. Aztán most még egy utolsó kör dips. Fogjuk a székünket, és egy, kettő, három, négy, öt, itt is szűk a könyük, hat, hét, nyolc, kilenc, és tíz. Itt most fent tartjuk a feszültséget, aztán most lassan lemegyünk, nagyon lassan le, 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 lélegezni, lent is tartjuk a feszültséget, és még egyszer hármat, egy, kettő, három, még egyszer tartani a feszültséget, lassan leengedni, gyerünk, égjen az izom, jó az, hogyha ég, és lassan le, és most lassan fel, jó, és nekem most rendesen ég a karom, nagyon köszönöm, hogy ma megint itt voltatok, remélem nektek is ég az izom, remélem érzitek, hogy bejött szépen a vér, és ennyi volt a mai edzés, köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk holnap, iratkozz fel és kapcsold be a csengőt, és akkor nem maradsz le egyik edzésről sem, találkozunk ott, na csá!